Hatalmas dugó alakult ki a hétvégén a letenyei határnál. A több órás várakozási idő oka a horvát kormány szigorítása és az óriási érdeklődés. Mint ismert, július 1-től változtak a beutazási szabályok Horvátországba. Július 15-ig mindenkitől elkérik az oltási igazolást vagy a negatív PCR-tesztet. A döntés nem vonatkozik azokra a személyekre, akik digitális COVID-igazolvánnyal rendelkeznek. A horvát idegenforgalmi közösség magyarországi igazgatója Ivana Herceg nemrégiben közölte, az elmúlt évhez képest mintegy megkétszereződött idén június végéig a Horvátországba utazó magyarok száma. A Letenye 1-es számú közúti és a Letenye 2-es számú autópálya határátkelőhely magyarországi oldalán egyaránt tapasztalható volt a torlódás. Találkoztunk olyan utasokkal, akik szerint nincs értelme a szigorúbb ellenőrzésnek. Szerintem tök fölösleges, mert nem tudom, hogy mi ebben jobb lesz, vagy mivel védettebb lesz ez a ország igazániból, nem tudom. No. Mert hát igazából ez az egész csak a bürokrácia, igen. Szóval... Így, mint hogyha így direkt megnehezítenék egy kicsinkót, így úgy tűnik. Mások számítottak rá, hogy pár órát várniuk kell, és könnyen alkalmazkodtak a kialakult helyzethez. Gondolom fő a biztonság, bízunk a hatóságokba, tudják, mit csinálnak. Magyar rendszámú autókat alig lehetett látni a tömegben, sokan cseh és Lengyelországból indultak útnak. Nagyon hirtelen jött, hogy itt kellett, hogy negatív tesztet hogy kellett csinálni Horvátországba, és Szlovákia Mecsországban nem kellett csinálni ilyen, úgyhogy nagyon gyorsan kellett csinálni tesztet, hogy átjöhessünk Horvátországba. A magyar oldalon teljes kapacitással üzemelt mindkét határátkelőhely. A rendőrség a kiadott közleményében azt javasolja, a Horvátországba utazók elkerülve a fennakadásokat, választák alternatív útvonalként a szlovén vagy a kisebb horvát határátkelőhelyeket.